Sátoraljaújhely, a Zemplén fővárosa, az a hely, ami idén 50. alkalommal ad otthont az édesanyja nyelvünk országos Kárpát-medencei nyelvhasználati verseny döntőjének. A verseny célja anyanyelvünk ápolása, az iránta érzett szeretet kibontakoztatása, de egyben tisztelgés is elődeink előtt. Kazinczy Ferenc előtt, Kossuth Lajos előtt, akik mind a ketten a város fontos személyiségei voltak. Győr nevét kell megemlítenem először is, ahol Bicsi Blanka kezdeményezésére otthonra lehet az ifjúság körében a Szép Magyar Beszéd verseny, amit Kazinczy versenyként is szoktak emlegetni. Sátoraljaújhelyen a város vezetői is és a Kossuth Lajos gimnázium nevelői úgy gondolták, hogy itt van volna tulajdonképpen a helye Kazinczy nevét viselő versenynek, ahol ő élt és dolgozott, és ahol Kossuth Lajos is elindult a pályára. Azt javasoltuk, hogy két évente Újhelyben legyen a Szép Magyar Beszéd verseny, két évente pedig Győrben. A győriek persze ragaszkodtak a saját szülöttükhöz és kezdeményezésükhöz, és ezért tovább kellett gondolkoznunk. És arra jutottunk, hogy az élő szónak a versenyét kellene megrendezni. 10 éves ifjúságnak, ifjúnak kevés alkalma van arra, hogy összefüggően hosszabb beszédművet mondjon el, tehát számára ez egy új feladat. Ki kellett dolgozni a verseny formáját, módszertanát, és úgy meghirdetni 1973-ban először, hogy ez sikerrel indulhasson el a Kazinczy verseny testvéreként a maga útján a versenyünk is. Hagyománytisztelő embernek gondolom magamat, és mire én belecsöppentem a verseny életébe, addigra már közeledett a negyed évszázadhoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen a mindenkori városvezetésnek kötelessége az, hogy ezt a ügyet segítse és továbbvigye. Ha pedig személyesen mondanám el a véleményemet, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy el vagyok ragadtatva a versenytől, ennek a szellemiségétől, mert az, hogy ilyen formában nem arra kíváncsiak a zsűritagok, hogy ki mennyire tanultam meg helyesen a nyelvtani szabályokat, és azokat hogy alkalmazza, hanem valóban talán egy kicsit az életre nevel, és az, aki eljön ide és versenyez, amilyen tudásait szertesz, a felkészítő tanárok munkájának köszönhetően, amilyen tudásra szertesz, az teljesen mindegy, hogy mi lesz később az életben, pedagógus, mérnök, vagy légiutas kísérő, biztos vagyok benne, hogy kamatoztatni fogja ezt a tudást, és ennyivel több lesz a társainál, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon fontos üzenete vagy hozadéka ennek a versenynek. A verseny tematikája szerint két fordulóból áll. Az első részben leíró nyelvtani feladatokkal, még a második részben retorikai kihívásokkal kell megbirkózni a versenyzőknek. Utóbbi feladatrész 3 különböző helyszínen zajlik, egyik ezek közül a mögöttem álló impozáns épület, ami nagy történelmi múltra tekint vissza, hiszen korábban ez a vármegyeháza volt, míg most a városháza működik benne. Nagyon sokat gyakoroltunk előzetesen a felkészítő tanárral, így a feladattípusok már többé-kevésbé ismertek voltak. Nyilván mindig volt a nyelvi része, a mondatelemzés, a hangsúlyozás, és vannak a szólás, közmondás, illetve a szövegalkotási feladatok. A szóbelire való felkészülés sokkal egyszerűbb volt. Megadták a kontextust, megadták a műfaját a szövegnek és magát a témát, amire beszélni kellett, és azokat gyakoroltuk, hogy folyamatosan a műfajnak megfelelően, a közösségnek megfelelően, magán, benne a kontextuson belül mindig azokat a személyeket szólítsuk meg, akikhez akarunk szólni. És hogy nem mások gondolatait mondjuk el, hanem a sajátunkat. A szóbeli zsűri minden egyes tagja hoz magával témákat, és a délután sorra kerülő előzetes megbeszélésükön választják ki ezek közül azt, amelyek
mert az adott esztendőben a legkényszerűbbnek találnak. Fogadjunk örökbe egy nagymamát vagy egy nagypapát, és rendkívül megfogott ez a mondat, és azóta is ezen töprengek. Az első téma, amit én ki is választottam, az konkrétan a Koncz Zsuzsa dalt gondolom mindenki ismeri, ami úgy kezdődik, hogy ha én rózsa volnék. És ez volt az idézet, és a dolga igazából az volt a szóbelizőnek, hogy ismertesse, hogy mi mindent jelenthet egy virág, mit jelképezhet, és hát vallomás volt a műfaj. Már csak a műfaj miatt is kiszúrtam magamnak, hogy ezek a kötetlenebb dolgok. Az érzésekről való beszéd az nekem mindig könnyebben ment. Én azt gondolom, hogy az írásbeli forduló igazából itt talán a kevésbé hangsúlyos része az egész történetnek. Tehát nagyon fontos az, hogy itt választékosan tudjunk beszélni, tudjuk magunkat kifejezni, prezentálni, és képesek legyünk meggyőzni a zsűriket és a többieket, hogy mi tényleg kompetensek vagyunk, és tényleg szeretjük a nyelvünket, szeretjük használni a nyelvünket, és élvezzük is. Mert hogyha ezt nem látják rajtunk, nem látják a szenvedélyt, akkor nem valószínű az, hogy mi leszünk azok, akik célba tudnak érni. Jó az, hogyha valaki sok felől tudja meglátni a világot, és képes perspektívát váltani, mert ez frissítően hathat egy zsűrire, hogyha nem mindig ugyanazt a sablon szöveget hallgatja végig, hanem retorikus kérdésekkel kezdi már meg mondjuk a beszédet. Olyat válasz, amiről mondani valód van. Szerintem ez a legfontosabb. Illetve az, hogy nyilván ismerjük a műfajnak a határait, a műfajnak a szabályait, és be tudjuk tartani ezt. De ezen felül tényleg nekem csak a mondandó számít. Hiszen sem, házak, az esték, nők, kivitteltetek tőlem. Kergetjük egymást az időben, eltévedtem és nem kerestük. Nagyon jó emberekkel találkoztam, egy csomó olyan ember van itt, akik szívükön viselik a magyar nyelvet, és rendkívül nagy erőfeszítéseket és erőlépéseket tesznek annak érdekében, hogy ezt bővítsék, hogy ezt átadják, és hogy ezt megtanulják. Teljesen jó közösség. Már az első napon már osztoztunk mindenen a koliban, a papucsoktól kezdve a pulloverekig, a tusfürdőn, a gumicukorig, tényleg minden már körbejárt, aminek körbe kellett járnia, nagyon bírjuk egymást. Nagyon jó a közösség, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit megnyugtassuk egymást, és ne stresszeljünk a szóbeli előtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen divers versenycsapatot rég láttam. Nagyon sok kecskeméti, szekszárdi, szegedi, mindenhonnan találkoztam már emberekkel, ami őszintén nekem nagyon nagy élmény. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy érem vagy nem érem, én már gazdagodtam így barátokkal. Shield of my cobalt baby do. Curse the cold, point your fragile fingers at the ones who break the mold. Cause a scene, lying there and waiting as your hands and face turn green. Venture out past the yellow tape into a void unknown, all alone.